Jó dolga van a lelkednek. Nagyon örültem, amikor a testvérek jöttek, és bizonyságot tettek a te igazságodról, mint ahogy te az igazságban jársz. Nincs nagyobb örömöm annál, mint amikor hallom, hogy az én gyermekeim az igazságban járnak. Szeretett testvérem, hűségesen jársz el mindabban, amit a testvérekért teszel, még az idegenekért is, akik bizonyságot is tettek szeretetedről a gyülekezet előtt. Jól teszed, ha ezeket az Istenhez méltóan engeded útnak, mert azért a névért indultak el, és semmit sem fogadtak el a pogányoktól. Nekünk tehát fel kell karolnunk az ilyeneket, hogy munkatársaikká legyünk az igazságban. Írtam valamit a gyülekezetnek, de Diotrefész, aki köztünk elsőbségre vágyik, nem fogad el minket. Ezért tehát, ha megérkezem, emlékeztetni fogom azokra a dolgokra, amelyeket művel, amikor gonosz szavakkal rágalmaz minket, de nem elégszik meg ezzel, hanem maga sem fogadja be a testvéreket, azokat pedig, akik akarnák, úgy szintén megakadályozza ebben, és kiveti a gyülekezetből. Szeretett testvérem, ne a rosszat kövesd, hanem a jót. Aki jót cselekszi, az Istenből van, aki a rosszat cselekszi, az nem látta az Istent. Demetriosz mellett bizonyságot tesz mindenki, maga az igazság is, de mi is bizonyságot teszünk, és tudod, hogy a mi bizonyságtételünk igaz. Sok írnivalón volna még számodra, de nem akarok neked tintával és tollal írni. Remélem azonban, hogy hamarosan meglátlak, és személyesen fogunk beszélni. Békesség neked! Köszöntenek barátaid, köszönts te is a barátainkat név szerint. Amen! Rövid levél, nagyon szeretem ezeket a pörgős leveleket. János ontotta magából a leveleket, ebből ugye három maradt ránk, egy viszonylag hosszú, ez az első levél, és a második, harmadik, amik ilyen nagyon pici tömör levelek, de itt is jelzi azt, hogy ő azért másoknak is írt, máskor is írt levelet, de hát Isten akaratából ugye ezek nem maradtak fönt. Fordítva is mondhatom, Isten akaratából ezek maradtak fönt, amiket olvasunk. És azt látom, hogy János nagyon sok levelet írt. Azt látom, hogy az első levél, amit írt, az egy nagyobb lélegzetvételű üzenete, de ezek ilyen pörgős levelek. Néha, amikor úgy nincs ötletem, hogy mit olvasok a Bibliából, van ilyen is, elég sokszor, akkor én szeretem ezeket elővenni. Annyira tömör, praktikus, pörgős, életszagú az egész, és nagyon szeretem azt a szellemet, ami Jánosban van. Én azt látom, hogy ezekből egy nagyon mély, atyai szívű ember szól, sőt, szinte Isten atyai szíve szól Jánoson keresztül. Ez a mondat, ez valami félelmetes, amikor azt írja, azt mondja, hogy nincs annál nagyobb örömöm, mint amikor hallom, hogy a gyermekeim az igazságban járnak. Hát ez szinte ez Istenből jön, ez a mondat. Hogy Isten szíve szól Jánoson keresztül szinte, hogy hát Isten is így gondolkodik, hogy tele van Isten örömmel, amikor látja, hogy az ő gyermeke igazságban járnak. Persze ezt nyilván János írja, és ő is így gondolja, de annyira érzem ebben Isten atyai szívét. Na minden esetre úgy látom, hogy János a Isten atyai szívének talán a legjobb ismerője. Ehhez ugye úgy jut el, hogy előtte az atya fiát, Jézus Krisztust ismerte meg nagyon mélyen, személyesen, ugye fiatal fiúként múltkor hallottuk Krisztiánon keresztül, hogy úgy gondolja, hogy 10-18 éves körül között volt János. Ugye ezt mondtad, én is így gondolom, hogy akörül lehetett elég nagy szórás. Dávidot mondtad? Akkor mindegy, de János is e körül volt. És Jézus keberén nyugodott, és akkor onnan indul az ő pályafutása. Az egész életét az Úrnak szánja ez az ember, János, apostol. Nem házasodik meg, soha gyermeke nem születik, de az egész életét annak szenteli, hogy az Urat szolgálja, az igazságot, a valóságot kutassa, hirdesse, és hogy Isten szíve mélyén ott elmerüljön, ezért írja meg ő az evangéliumot úgy, ahogy megírja. És itt is azt üzeni nekünk, miközben ez egy pörgős üzenet, van benne a gyülekezetek naponkénti problémái, ilyen Demetriosokkal megtüzdelve, aki elsőbséget, vagy Diotrefész, bocsánat, aki elsőbségre vágyik, de itt van Gájusz, aki pedig tele van Isten igazságával, szeretetével, meg itt van Demetriosz, tehát vannak pozitív, negatív mozgások is, és ő ezt őszintén megírja, de azt is írja, miközben ezek úgy előkerülnek ebbe a rövid levélbe, hogy egyébként meg van egy csomó mondani valóm, és ezt nem akarom leírni, hanem majd remélem, hogy személyesen találkozunk. És tudjátok, ebből is azt érzem, hogy olyan, mint a Biblia, hogy Isten igazából azt írja le nekünk, akármennyire is ijesztő elsőre a Szentírás, hogy hú, most néztük Enikővel, hogy az új fordítás az olyan 1100 oldal, és nincsenek benne képek. Nagyon sok ez az üzenet, de valójában Isten nagyon keveset bízott ránk, nagyon sok dolgot elhallgatott, azért, mert ugyanez van, hogy sok írni volunk volna, de majd elmondom ezt személyesen. És ilyen az Isten irányunkban.
És ez egy ilyen rövid, tömör üzenet. Szóval én szeretem elővenni János leveleit, mert nagyon pörgősek, nagyon jó szív, szellem van benne, nem mintha többiben nem ez lenne, nekem ez közel áll, János szellemisége. Na, ha megnézzük a János második és harmadik levelét, akkor tényleg lényegében összefoglalja a gyülekezeti életet. Ugye a második levél egy úrnőnek, vagy egy hölgytestvérnek íródik. Ez a harmadik levél, amit az előbb felolvastam, egy Gájusz nevű tesónak szól. Neki címzi meg ezt a levelét. És látjuk azt, hogy vannak olyan ugye, hölgytestvérek, akikről ugye azt mondja, hogy akit én igazán szeretek, és nem csak én, hanem akik megismerték az igazságot, azok is. Itt van Gájusz után, akinek megcélozza ezt a második levelet, és aztán leírja azt, hogy itt van nekünk ugye problémás Diotrefész, aki elsőbségre vágyik, majd visszatérek mindjárt erre, és nem fogadja el még János sem. Ez a döbbenetes, hogy még János apostol sem volt, aki nem fogadta el. És ez a harmadik levél, amit felolvastam, ennek lényegében a címzetje, tehát Gájusz, és úgy definiálja Isten igéje Jánoson keresztül, hogy a szeretet Gájusznak. Ámen. Mondjátok, a szeretet Zsoltnak. De magadat mondja, ne engem mondjál. Ja, te magadat mondta, jó, oké. Ne bonyolítsuk. Múltkor beszélgettem valakivel, és három Zsolt is szóba került. Már végén, én sem értettem, hogy most éppen kire gondolok. Gájusz a szeretet. Na, ez egy lételem. Az embernek lételeme a szeretet. Mégpedig a legfontosabb. Tehát van ugye, amitől az ember élelmet megvonjuk, akkor azért elég sokáig kibírja az ember élelem nélkül. Víz nélkül is ki lehet bírni néhány napig, levegő nélkül néhány percig, szeretet nélkül egy percig se. Ez a véleményem. Egyszerűen erre ez egy olyan lételem, amiben beélnünk kell, és János azt mondja Gájuszról, hogy te ebben a lételemben vagy. A szeretet Gájusz. Erről fog most beszélni. És mielőtt arról beszélnék, hogy ez a millió hogyan vette körül Gájuszt, van egy megjegyzés a Jánosnak, amit én nagyon fontosnak tartok. Van ennek a milliónek az, hogy ő szeretetben van, egy kerete. Tulajdonképpen olyan, mint ha úgy veszem, hogy a szeretet olyan, mint egy orvosság, akkor ahhoz kell a víz, amivel bevesszük. De a vizet ahhoz, hogy bevegyük, ahhoz kell egy pohár. Most a pohárról fogok beszélni. Akkor nektek. És ez úgy hangzik, hogy én a presbiter. Nem én, Gönczi Zsolt, hanem ide van írva. Én a presbiter. Így kezdi János. Tudjátok, minden levél, ami megszületett új szövetségben, Pál mindig úgy kezdi, hogy Pál. Ő elmondja, hogy Pál. Jakab azt mondja, Jakab. Júdás azt mondja, Júdás. Péter azt mondja, Simon Péter vagy Péter apostol. Tehát ők elmondják, hogy ők írták ezt a levelet. De János az egyetlen, aki úgy címzi meg a leveleit, hogy én a presbiter, nem nevezi meg magát. Ebben a levélben, ezt egyébként még az evangélium megírásakor is így csinálja meg, amikor megírja az evangéliumot, akkor tudjuk azt, hogy önmagát nem nevezi meg, hogy Jézus János így, meg Jézus Jánosról így, meg úgy, hanem az a tanítvány, akit Jézus szeretett. Tehát ő is megélte ezt a milliót, hogy ebben a millióben élte meg az egészet, hogy Jézus őt szerette. Na de beszéljünk egy kicsit erről, hogy én a presbiter. Tehát az, hogy ő így nevezi magát, én egy fontos dolognak tartom, nem nevezi meg magát, tehát nevévlen, hanem azt mondja, én a presbiter. Ugye ez azért érdekes, mert amikor ő ezt írja, akkor a többi 11 az apostol, aki az Úr Jézus mellett szolgál, már nem élnek. Ő az egyetlen, aki élt. És tulajdonképpen mondhatta volna azt magáról, hogy hát én még ugye a 12 közül való vagyok, azért ezzel a tekintélyel én hadd éljek. Én apostol vagyok. Érdekes, ő nem mondja, hogy apostol Pál, aki nem volt tagja a 12-nek. Ő mindig ezt mondja, Pál apostol. De János egyszerűen csak annyit mond, hogy én a presbiter, tehát nem akar élni azzal az abszolút tekintével, hogy én az Úr Jézus mellett voltam, ott szolgáltam végig, sőt, én vagyok az, akiről meg van írva, hogy az Úr kebelén nyugodtam, rólam is egy csomó történet szól az evangéliumok, be ebben az időben ugye már az evangéliumok meg voltak írva, tehát ő is olvashatta saját magáról a történeteket, amit megért Máté, Márk, Lukács, meg még mások is, közbeszéden forgottak ezek a dolgok, és mondhatta volna azt, hogy figyeljetek, én írok most nektek levelet, akikről az evangéliumok megvan írva, és amit olvastak is a gyülekezetekben. De nem teszi ilyet, hanem egyszerűen csak úgy nevezi magát, hogy a presbiter, tehát egy presbiter a többi között,
Még Péter is, aki amikor még előtte írta a levelét, ugyanezt teszi, azt mondja, kérlek benneteket, én a presbiter társ. Tehát nem azt mondja, hogy én a fontosabb presbiter, a nagyobb tesó, a fontosabb tesó, a nagyobb tekintélyű tesó, hanem tulajdonképpen azt mondja, hogy az én személyemnek ugyanúgy, most így mondom, jogi értelemben egy szavazatom van, mint nektek, akikkel együtt vezetjük a gyülekezeteket. És János tulajdonképpen ezt a szemét, a maga szemét egy picit kis, nem kicsit, szinte nagy, az ő helyzetéhez képest kisebbíti, érezni azt, hogy nem akar ő azzal a súllyal, amit az ő személy egyébként tényleg képvisel szellemileg, rátelepedni a gyülekezetre. Valószínűleg Efézusban volt ez a történés, Gájusz meg ezek a dolgok, ő Efézusban töltötte az élete utolsó éveit, ott is hal meg ebben a gyülekezetben, mint egy egyszerű presbiter. Tehát nem különb a többinél, és érezni azt, hogy János nem akarta azt ebben a gyülekezetben elérni, hogy az ő személye a hívők mind, belsejének, gondolkodásának minden köbmilliméterét kitöltse. Nem mondja azt, hogy ő senki, de azt mondja, hogy én a presbiter. Nem az, hogy én az apostolok között az első, én a Boanergész fia, akit így neveznek az apostolok, vagy az evangéliumokban, hanem valahol ő a maga személyét nem nyomja rá erre a gyülekezetre. És én azért tartom ezt fontosnak, mert egy ilyen szellemi óriás mellett is ilyen módon elkezdtettek kinövekedni olyan emberek, mint Gájusz, vagy Demetriosz, még Diotrefészre is azt gondolom, akit ugye eléggé korhol itt ebben a levélben, aki elsőbséget kíván, de tulajdonképpen ez a normális, hogy még ilyen szellemi óriások mellett is tulajdonképpen Isten akarata az, hogy ezek az emberek magukat visszametszve, korlátozva hagyják, hogy Isten egy újabb generációt, egy újabb időszakot elindítson, fölnöveljen, és kinövekedjenek ilyen fiatal emberek, mint Pál mellett Timóteus, ő mellette János mellett ugye Gájusz, fölnövekedjenek ezek az emberek, és tulajdonképpen ez adja azt a keretet, azt a poharat, ha lehet így fogalmazni, amiben ezek a gyülekezeti folyamatok el tudnak indulni. Hiszen, hogyha János úgy gondolom, hogy az ő személye felé is volt egy kultusz, sőt, úgy gondolom, látom is az egyház történelemből, ezért Isten elhelyezi őt jó messzire, Efézusban, ugye előtte volt fogságban is, Pátmosz szigetén, hagyja Isten, hogy az ő személye is ilyen módon kikerüljön a képből, majd amikor visszakerül, akkor már annyira megaggott, hogy már mozogni se nagyon tud, úgy szorul rá a testvérekre, hogy elvigyék őt a gyülekezetbe, és minden alkalmon ő kérte, hogy vigyék el, elvitték, letették Jánost, erről az ősegyház tanúbizonyságot tesz, és hogy letették a gyülekezetbe, János minden alkalommal, hogy letették, azt mondta a körülötte levőknek, hogy kisfiacskáim, szeressétek egymást. Ezt ugye meg is írja a levelében. Ezt történelem feljegyzi róla, és ott ül és hallgatja a Gájuszt, meg a többiek prédikációját, és ilyen atyai szívvel hagyja, hogy ezek az emberek útnak induljanak, és tulajdonképpen ez eredményezi azt, hogy mivel az ő személye nem telepszik ennyire rá erre a gyülekezetre, ahol ő szolgál, még egy Diotréfész is fölnövekedhet mellette, és ezt nem Diotrefész érdeme, hogy tulajdonképpen ellene fordul ez az ember Jánosnak, Diotrefész nem fogadja el János, nem fogadja el a levelét, elutasítja Jánosnak a tanácsát, a véleményét, és ez nem Diotrefésznek a bátorságát dicséri, hanem pont fordítva, ez János türelmét dicséri. Hogy János, én látom Jánosnál, ez az atyai szív úgy gondolkodik, hogy vannak emberek, akik elindulnak a pályán, és bizony, amikor kis léptékben látunk változásokat, az még nem látja az ember, hogy hova fut ki. És maga János is megélte ezt a dolgot, hiszen ők úgy kerültek Jézus mellé, ő meg ugye a testvére, hogy őket elnevezték ugye a kívülvalók, ugye Boanergész fiainak, mert mennydörgés fiaiként léptek be, tehát ők egy hirtelen haragú, nagyon könnyen lobbanékony típusú emberek voltak, János is, akik Jézus szolgálatában, amikor bekerültek, akkor ezt a magatartásukat még javában bírták magukban, és tulajdonképpen az Úr érdemét dicséri az, hogy egy ilyen Boanergész fiaira is Jézus azt mondja, hogy látom ezeket a kisléptékű változásokat, és Jézus hitét, türelmét dicsérte azt, hogy ezeket az embereket ő fölkerülte, elkezdett velük foglalkozni, és elkezdtek ezek az emberek jó irányba változni. Csak tudjátok, sokszor, amikor egy ember bekerül Isten munkájába, vagy egy ember elindul egy pályán, az elején még nem látszik, hogy ez a változás, ez vajon hova fog kifutni. Hogy vajon ez a magatartás, ez a negatív habitusa
fog el lehet kapni az Úrba, és még nagyképűbb, még rámenősebb, még másokat félretolóbb lesz, vagy átalakul az ő szíve, hogy János szíve is átalakult, és ő lett a szeretet apostola. Később ugye tudjuk azt, hogy ő beszél legjobban, legmélyebben az Isten szeretetéről. Kikopik belőle a Boanergész fiait stílus, és Jézus türelmét dicséri, hogy tud foglalkozni egy ilyen emberrel. Na János ugyanezt csinálja a gyülekezetében, szeliden fölkarolja azokat az embereket, akik elindulnak a pályán, és fölvállalja azt, hogy adott esetben egy-egy ember, akár úgy, mint Diotrefész, János szolgálatán fölépülve bátorságot, identitást kapva tőle, a negatív oldal erősödik meg benne, és tulajdonképpen Diotrefész ezt Jánossal szembe kezdi el használni. Kicsit olyan, mint az amerikai kiképeznek bizonyos embereket a harc, és később ezek az emberek amerikaiak ellen használják fel a saját tudásukat, vagyis azt a tudást, amit kaptak ezekben a kiképzésekben. Szóval amikor változásban vagyunk, akkor még nem nagyon látszik sokszor ennek az iránya, és János mégis azt mondja, hogy megtehetném azt, hogy a saját teljes súlyommal, amíg itt vagyok és élek, addig itt kus legyen mindenkinek, ne szóljon egy szót se senki, én mindenki tanítását, aki kiáll prédikálni, megítélem. Nem, hagyja, hogy ezek az emberek növekedjenek, fejlődjenek, és fölvállalja azt, hogy ezzel bizony ilyen problémák is előállnak, és Jézus maga is ugye ezt tanítja, és János ugye nyilván ezt hallja, hogy az Úr Jézus is azt tanította, hogy hagyni kell, hogy a búza és a konkoly együtt növekedjen, és hogy majd az annak idején, amikor az Isten ennek az idejét elhozza, akkor az meglátszódjon. Na, szóval ezt a légkört én fontosnak tartom, hogy amikor ő azt mondja, hogy én a presbiter, akkor emögött ezt kell érteni, hogy ő hagyta ezt a gyülekezetet, hogy fusson, működjön, nyilván ott volt a tanácsaival, a szeretetével, az elfogadásával, és itt adott esetben a konfliktusokat fölvállaló véleményével is. De majd egyébként erre a konfliktusra egy pillanatra mindjárt vissza fogok térni, mert nagyon érdekesnek tartom ezt a dolgot. Na visszatérek arra, hogy Gájusz a szeretet. Szóval úgy képviselte János, én azt látom, hogy Gájusz felé az Istennek a szeretetét, meg a saját lelkének a szeretetét is, hogy hagyta Gájusznak, hogy levegőt vegyem. Az, hogy hagyta, hogy Gájusz ezt a milliót, hogy szeretetben dolgozik, ez ne egy folytogató légkör legyen, hanem hagyta, hogy ez a millió Gájuszt fölépítse, Gájuszban lévő értékeket, akár a vadhajtások is előjöjjenek, és a maga idejében, a maga légkörében ezek a dolgok majd megoldódjanak, és tulajdonképpen megvalósított János valami olyasmit, amire azt mondanám, hogy olyan isteni szeretetet tudott ebbe a közegbe megvalósítani, ami nem volt folytogató, nem volt kényszerítő közeg, hanem ezek az emberek tényleg a maguk szabadságában, ütemében, lépésközükben el tudták fogadni, bele tudtak ebbe lépni, és elkezdtek tudni együtt haladni ebben a dologban, és nekem ez nagyon vonzó. Úgyis azt láttam, hogy Isten szeretete sem olyan kényszerítő dolog, hogy itt vagyok, tessék engem elfogadni, mert ha nem, akkor rögtön gyűlöletté válok veled szemben. Az Isten szeretetét is el lehet fogadni, be lehet fogadni, és el lehet utasítani. Lehet arra igent mondani, és lehet nemet is mondani. Isten szeretete is olyan, hogy árad, és árad, és árad, és lehet vele bizony élni, és kell is, hogy vele éljünk. De vissza is lehet vele élni. És az Isten azért attól, hogy ezek így is, úgy is megvalósulnak, még nem, hogy nem vonja vissza az ő szeretetét, még nem mondja azt, hogy akkor ezt a légkört ezen dolgozni kell, akkor változtassuk át diktatúrává, hanem hagyja, hogy ez a millió akár a visszaélés lehetőségét is kitermelje, de hagyja azt is, hogy vannak emberek, akik pedig be tudják ezt fogadni, tudnak ezzel élni, és én ezt látom. Visszatérlek, tehát megint egy picit most megint előretérve, János azt írja ugye erről a csibész emberről, a Diotrefészről, azt mondja, írtam valamit a gyülekezetnek, ez nem maradt ránk ez a levél, de Diotrefész, aki köztünk elsősége vágyik, azt mondja, nem fogad el minket, hanem ugye kidobja a gyülekezetből az embereket, sőt bennünket is ócsáról. Na most el kell mondjam nektek, hogy már van János életében, illetve egyet még biztosan tudunk egy esetet, nyilván volt több is, de egy meg van írva még az ő életében, amikor még Jézussal szolgálnak együtt, és mennek a szolgálatba, és be akarnak térni egy faluba, ugye, hogy szolgáljanak ott, és mit csinálnak ott azok az emberek? Ugyanígy mit csinálnak? Elzavarják Jézust és a csapatot, köztük Jánost is. Na ez az a pillanat, amikor János
megjelenik, illetve Jánosban, gondolom Illés történetét olvasták abban az időben bőszen, és János lesz az, aki azt javasolja Jézusnak, hogy mester, hát Illés is hívott tüzet, hát nem fogadnak be minket, mit csináljunk, hívjunk tüzet, és emészze meg ezeket az embereket. Emlékeztek erre? Ott is ugyanez van, hogy nem fogadták el őket, és Jánosnak akkor ez az ötlete támadt, itt még fiatal emberként, itt meg ebben a helyzetben jóval később, körülbelül egy 5-6 évtizeddel később, ugyanez az ember, ugyanígy nem fogadják el. Mi lesz az eredménye? Ez az ember már nem azt mondja, hogy tüzet akarok kérni, hanem szeretetet. Így van. Ámen. Ámen. Hadd kérek, mert nagyon szörmös vagyok. Köszönöm. És mennyire fantasztikus dolog, hogy ő is meg tudott változni, ugye? Ha Jézus abban a helyzetben azt mondta volna, hogy na János, tűnés innen, megbuktál, nem lett volna belőle ez az apostol. Úgyhogy így látta Jézus, hogy majd egyszer ez az ember újra az lesz, hogy nem fogadják el, mi lesz az eredmény? Ez az ember szeretni fogja ezeket az embereket, és ugyanitt János nem térhetett ki a helyzetből, mert Jézus azt mondta abban a helyzetben, hogy jó, akkor menjünk más faluba. Ebben a helyzetben Jézus ezt, János nem tudta ezt megtenni. Mit csinál János? Kénytelen ezzel a helyzettel foglalkozni. Ámen. Na, térjünk vissza Gájuszra. Itt van egy ember, aki meg tudja ragadni Isten szeretetét, és Gájusz is egy olyan életszakaszból indul, mint mindenki más. Neki is voltak problémái, ő is bizonyos módon rosszul élte meg az életét, és látjuk azt, hogy Gájuszra azt mondja a Biblia, hogy Gájusz a szeretet. Akit én igazán szeretek. A második levélben pedig azt olvassuk erről az úrnőről, hogy ott neki is azt mondja János, hogy én igazán szeretem ezt az úrnőt, de nem csak én, hanem mindenki, aki ismeri az igazságot. Na, szedjük össze csak ezt a két részből, hogy Gájuszt hány fajta millió, szeretett millió vette körül. Azt mondja, a szeretet Gájusz. Ez honnan ered? Nem. A szeretet Gájusz. Ez Istentől. Akit én igazán szeretek. Ez honnan ered? Jánostól. És ha hozzáveszük az úrnőnek adott üzenetét is Jézusnak, ott meg azt olvassuk, de nem csak én szeretem, hanem mindenki, aki az igazságot megismert. Akkor mi a harmadik? Hát mondjuk így, most egyszerűen a gyülekezet. Lebutítva mondjuk. Tehát van rögtön három olyan irány, ahonnan Gájuszhoz megérkezik, micsoda? A szeretet légköre. Jön Istentől a szeretet Gájusz. Ez az alapdefiníció. Oké, de ezen kívül jön azt mondja János, akit én igazán szeretek. És a harmadik, de nem csak én, hanem mindenki, aki megismerte az igazságot. Rögtön kiderül, hogy Isten nem az egysíkú étkezésnek a híve, annak, hogy az ember csak szénhidrátot, csak ilyet vagy olyat, igen, hanem annak, hogy ugyanannak az a dolog, különböző helyekről, különböző módon megérkezve, egy ember életében nagyon sokfajta módon ott tudjon lenni, konkrétan a szeretet is. Szereti Isten, szereti János is, szereti a gyülekezet is. Nyilván most nem beszél arról, hogy van, aki meg nem így gondolkodik róla, de rögtön kiderül, hogy az ember életében van egy csomó forrás, ahonnan hozzánk Isten szeretete, mert valahol mindegyiknek az ősforrása Isten, megérkezzem. Most, ha ezt is figyelembe véve, szedjük össze, hogy körülbelül hány helyről jöhet hozzánk is, hogy a szeretet. Gondolkodtam én is sokat ezen. Én 7 területet neveznék meg, ahonnan Isten szeretete különböző formában, különböző közegeken keresztül megérkezik. Csúnyán fogalmazom, de mégis így van, mert Gájuszra nézve is ezt mondja a Biblia. Van tehát Isten szeretete. Közvetlenül hozzánk elérkezik. Isten kifejezi irántunk a szeretetét. Itt látom, hogy János úgy nevezi, hogy akit én szintén szeretek. Ekkor ezt úgy nevezem, hogy egy olyan ember szeretete, itt Gájusz esetében ez János, aki az emberre nézve jelentős befolyással bír. Ez lehet egy szellemi előjáró, lehet egy olyan vezető, lehet egy olyan barát, aki különleges fontossággal bír, és akinek a milliója meghatározza az én gondolkodásomat. Én úgy gondolom, hogy egy ember életében 2-3 ilyen főnél, vagy 4-5 főnél nem lehet több, aki ilyen jelentős mértékben befolyásolna bennünket. Aztán van a harmadik,
terület, most még csak a leírt, amit most olvastam, ott tartunk, azoknak a szeretete, akik abban a közökben mozognak, ahol én is mozgok, és ami szellemileg engem életben tart, működtet, mondjuk így a hívők vagy a gyülekezet szeretete, akikkel nem kényszerű vagy nem rokonsági kapcsolat köt össze, hanem szellemi kapcsolat. Ez a harmadik. És ezt most nem sorrendben mondom, fontossági sorrendben, egyszerűen csak felsorolom. A negyedik, amit itt a Biblia nem ír, de nyilván ott van, amiben Isten belehelyezett egy óriási csodát, a családnak a szeretete. Fölfelé és lefele is. Tehát a szülő a gyermekét, a gyermek az ő, illetve a szülőt az ő gyermekei. Oda-vissza jár ez a dolog, és ebbe Isten egy olyan óriási csodát helyezett, hogy tulajdonképpen ennek a hiánya a legtöbb lelki sérülésnek az oka, okozója. Aztán ott van egy nagyon különleges, ami a Biblia alapján csak egyetlen lehet, vagy ha nehogy Isten halálesettel kombináljuk, akkor néhány esetben ez a házastársnak a szeretete, ahol egy nagyon különleges, speciális szeretet is teret kap, és ezt pedig a szexnek nevezzük, vagy a házastársi kapcsolatnak, a házastársnak a szeretete. Ez is egy újabb csatorn, ez már az ötödik. Aztán van olyan szeretet, amit az ember mások elfogadásából kap, akik már nem a legszűkebb őt meghatározó körbe tartozik, hanem én úgy gondolom az emberek szeretete, ami szintén bennünket körülfoghat. Itt már nagyon nagy a szúrás, itt már rengetegen lehetnek, akik pont, hogy nem szeretnek, hanem be akarnak tenni nekünk, és az embereknek a szeretete, ideérthetjük a közeli vagy távoli barátokat is, de mindenképpen valahol ez a dolog ott van egy ember életében. A mai világban úgy érzem, hogy erre építenek masszívan, különösen az ilyen influencerek, akik követőket akarnak, lájkokat akarnak. Azok itt nagyon belelépnek abba a csapdába, hogy az emberek szeretete talmi. Nagyon könnyen jöhet a lájk, és aztán ugyanolyan könnyen a dislike is az ember életében, tehát nagyon könnyen dobódnak ezek a dolgok, de el kell fogadni, hogy az emberek szeretete is, távolibb embereknek az elismerése is, egyfajta forrásként tud működni az életünkben. És van egy hetedik, ki az, aki rájön arra, hogy honnan van még egy forrás az életünkben szeretet? Nézd, milyen okosak itt elől, te testvéreim. Na, hallottátok, mit mondott? Saját magunk. Jézus azt mondja, hogy szeresd ugye fele barátodat, mint önmagadat. Ez is forrás, hogy szeretem magamat. Ez a hetedik terület, ahonnan a szeretet légkör bennünket körül tud venni. És akkor három dolgot mondanék, erről fog most beszélni, ezekről a területekről, amit felsoroltam nektek. Az egyik fontos dolog, amit mondanék, tehát három dolgot, itt hét területre bontottam én föl, most nehogy valaki azt gondolja, hogy akkor ezt lehet darabolni. Ezek nem így működnek, ez úgy működik az életünkben, mint egy jó húsleves, amiben nem a csirkét látom, meg a zöldséget, hanem az el van készítve, meg van főve, és együtt adja azt az íz harmóniát, meg orgiát, amitől egy ember ezt a levest, vagy azt az ételt szereti, és tulajdonképpen így vesz körül bennünket ez a főzet, amiben az elemek, a különböző részei ennek a szeretetnek különböző arányokban jelennek meg. Ezek változnak, ezek a dolgok. Nem azért, például Isten szeretetére nézve, például nem azért, arra különösképpen tudom mondani, mert az hullámozna, mert nem. Isten úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát odaadta. Kész, le van. Ezzel Isten belövi azt a szintet, azt mondja, ha őt odaadta mindnyájunkért, akkor hogy ne adna minden mást is. Isten szeretete irányunkban abszolút nem változik. Tehát nem olyan, mint a miénk. A miénk változhat. Tehát amikor egy légkört én is teremtek másnak, vagy nektek adott esetben, mert ebben a hét dologban én is lehetek a te esetedben az x-edik pont, feleségem életében ugye a házastársként nem várhat mástól szeretetet csak tőlem, ezért ha ezt nem kapja meg, ezt nem fogja bepótolni senki más. De ugyanakkor el tudom nektek mondani, hogy lehetek én is nektek. Az én szeretetem adott esetben egy rossz napom miatt, vagy egy rossz időszakom miatt lehet, hogy nélkülöznötökkel. És lehet, hogy az én szeretetem alább hagy, és nem csak az érzet szintjén hat alább, hogy nem érzed igazán, hanem lehet, hogy tényleg így van, hogy lehet, hogy adott esetben én ezt most nem tudom magamból kiadni. Lehet, hogy bajom van saját magammal, küzdök magamban gondolatokkal, gondokkal, nem tudom magamat szeretni. Ha ezt nem tudom megtenni, akkor nem fogok tudni igazán őszintén szeretni másokat sem.
Tehát ez is egy bibliai elv. Ezt azért mondom, mert a hullámzás minden esetben megáll, még Isten szeretetére nézve is el tudom mondani, hogy hullámzik, de nem azért, mert ő hullámzik, hanem azért, mert bizonyos zavaró tényezők miatt így érkezik meg hozzánk. Az adás megy, sugárzás megy, Isten szólja, akarja, gondolja, így érzi, így írta le, így közvetítette számunkra az ő fián keresztül. De a zavaró adás, vagy zavarják az adást, lehet, hogy úgy érkezik meg hozzám, hogy most Isten haragszik, és akkor a torz gondolatok ezt ugye eltorzítják a fejünkben. Tehát Isten esetében nem valósulhat meg, ez persze könnyű most mondani, de amikor az ember nem így éri meg, akkor úgy érzi, hogy Isten, na most Isten haragszik ránk. Most bezzeg Isten, ott hagy engem a slamasztikában, stb. És ilyenkor az ember könnyen felejti, hogy hát ember, hát a fiát odaadta, érted? Hát akkor most mit csinál, ha a fiát odaadta, érted, akkor hogy kisebbítené ezt a dolgot azzal, hogy azért, mert te rossz napod van, akkor téged már nem szeret. Hát ez nagyon emberiesíti Istent, és sajnos az ember mégis el tudja hinni. A lényeg az, hogy Isten gondoskodott arról, mert ugye az érkezés azért mégis másképp van. Hogy adott esetben, és az az egyik, amit mondani akarok ezekről a szeretett csomagokról, hogy nem mindig mindegyikben tudunk részesedni, vagy nem mindig mindegyikben ugyanolyan módon részesedünk. Ez így van. Ugye értitek, hogy amit mondok? Amellett, hogy minden szeretett ősforrása Isten, sok oka lehet annak, hogy adott esetben ebből a hét oldalból bizonyos részek megbicsaklanak. Adott esetben el is záródnak teljesen. De Isten gondoskodott, ezért van ennyi irányból gondoskodott az emberről, hogy olyan ne legyen. Egyszer fordult elő, az én véleményem az, hogy a történelem folyamán egyszer zárta el Isten az összes szeretett csapot. Krisztus a kereszten. Ahol Isten elzárta ezt a szeretett csapot, és Krisztus azonnal meg is halt. Mert adott esetben borzasztó szélsőségeket meg lehet élni. Ha az ember lelkileg hajlamos erre, akkor ugye adott esetben ugye saját magára nézve is megérheti a szeretet hiányát. De lehet, hogy tényszerűen üldözik, sokan megvetik, esetleg tényleg hülyeséget csinált, ezért a társadalom megvetése szintén ott jön az életébe, és lehet, hogy egy csomót elzárnak tőle, de még egy bűnözőt is többnyire ugye a szülei, az anyja, az apja szeretik, ugye? Lehet, hogy a társadalom megveti, elzárja tőle ezt a csapot, de ez az alanyi jogon járó szülői szeretet, ez még mindig ott van. Sőt, olyan is van, amikor ez záródik el, most hallottuk, hogy felborzolt az országot ez a bűneset, hogy egy apa megölte a saját kezével a két gyermekét. Ez szörnyű és felfoghatatlan, hogy ez hogy valósulhat meg. De még maga a Biblia is írja, hogy azt mondja, hogy akár apád és anyád el nem hagynak téged, de még ha elhagynának is 27. Zsoltárban, azt mondja, én soha többé, soha nem hagylak el. Tehát azért sok embert hagynak el a szülők az útfélen. Nemrég hallottam, hogy valaki sérülten született, és a szülők így nem kellett, és beadták intézetbe. Tehát még ez is elzáródhat, de akkor esetleg ott vannak a barátok szeretete, ott van az a szerető, gondoskodó közeg. Isten áldja meg ezeket az embereket, akik ilyen gyermekekkel foglalkoznak, vagy akik az idősekkel, akiket magukra hagytak esetleg, a gyerekek, a szülők. De akkor gondoskodik, itt volt az előbb olvastam a 6. pontban, az emberek szeretete, akik esetleg munka miatt is, de elhívás miatt is pár jó szót visznek ennek az embernek, valósággal bearanyozza az ilyen embereknek, ugye? Az a pár szó, amit elmond a sógorom, ő volt sógorom is, orvos volt, most is orvos, de mondta a tesóm, hogy mindig úgy nyitott be a kórtermekben, amikor kórházban dolgozott, hogy boldog születésnapot. És akkor mondta a tesóm egyszer, hogy egy néni ott elkezdett sírni, hogy milyen kedves az orvos, a doktor úr, hogy tudja, hogy születésnapja van, és akkor nem mondták el neki, hogy mindig így köszön be. De nézzétek, megérintette a dolog. Ez az egy dolog is már ennek az embernek egy táplálék volt, és az, hogy egy idegen ember, ott jelens vagy egy orvos, vagy adott esetben egy olyan ember, aki ugyanezért kapja a bérezését, hogy gondoskodjon másokról, de a jó szó ingyen van, az, hogy az ember jó dolgot mond, vagy egy jó kívánságot, az ingyen van. És milyen nagyszerű dolog, hogy ezek az emberek valóságában ezekbe a szavakba belekapaszkodnak, mert ha ez sincs,
számukra, akkor tényleg szinte előállt az, hogy ott vannak egyedül. Magukba, bár mondom, én úgy gondolom, hogy igazából az összes csap ténylegesen elzárva csak egyszer történt, Krisztus kereszténél. A lényeg az, hogy látjuk azt, hogy Isten hála az Úrnak, akkor is, hogyha más minőségben nyilvánul meg egy házaspártársi szeretet, egy rokoni szeretet, másképp nyilvánul meg egy testvéri szeretet, egy érdek nélküli szeretet, meg egy érdeken álló szeretet, és mindezek fölött az Isten szeretete, azt azért érezzük, hogy bizony néhányszor bizonyos hiányt megélve a többi képes, ha nem is folyamatosan és véglegesen, de átmenetileg pótolni. Képes. Tehát hány embernek jelentett például gyógyulást az, hogy bejön a gyülekezetbe és elfogadják? Nem? Hogy nem nézik azt, hogy ő senki, hogy ő roma, vagy szegény, vagy ilyen, vagy olyan, vagy akár bűnös, hanem úgy, ahogy van, elfogadják. És eddig ugye mindig az elutasítás, az, hogy küzdeni kell, hogy őt elfogadják, esetleg ez vitte őt a bűnözésbe, hogy akkor ha már a társadalomban nem lett normális, vagy valaki, akkor legalább legyen egy bűnöző közegben valaki, nézzenek föl rá, fogadják el, nézzenek rá, valami olyan dolog, mert az emberek éhezik azt, hogy őket elfogadják, és bejön a gyülekezetbe, és elfogadják. Én tudom, hogy nekem, amikor beléptem a gyülekezetbe, különösképpen amikor a kövesdi közösség elindult, a nagy gyülekezetben kevésbé éltem ezt meg, de ott is megéltem ezt a dolgot, de amikor létrejött a kövesdi gyülekezet, és ez az enyém lett, enyém is, mert itt érzem én is otthon magam, ez azt tudom mondani, hogy nekem olyan volt, mint amikor egy halat, ami addig tátogott a levegőn, bedobnak a vízbe, és azt érzi, az elemében van. Otthon vagyok. Nekem ilyen a gyülekezet. És egyszerűen azt éreztem, egyszerűen azért, mert elfogadtak. Mert azt érzem, hogy megtaláltam a helyemet. Megtaláltam, mint a puzzle darab, be tudtam illeszkedni, akikkel együtt dolgoztunk, szolgáltunk, közülük a legtöbben már nincsenek itt. A legősibb kövület ugye még Csabi, nem? Te még ilyen foszília vagy. Hál' Istennek élő foszília. De megtaláltuk egymást. Ugye az is egy jó időszak, nem nosztalgiázom vissza, de én el tudom mondani, hogy én így éltem meg. Olyan közegbe kerültem, ahol levegőt kaptam, megélhettem ezt a dolgot. Aztán a dolgok persze jöttek innen is, onnan is. Na, a lényeg az, hogy Isten úgy adta az ő szeretetét az embereknek, hogy még akkor is, hogyha nagyon sok területen az ember ebből hiányt szenved, nem megfelelő minőségben, nem megfelelő mennyiségben, vagy nem is kapja meg, a többi oldal legalább átmenetileg pótolni tudja. És az ember fel tud lélegezni, tudja túlélni ezt az időszakot. Ezért gondolom nagyon fontosnak, hogy figyeljünk oda egymásra, és ti is rám is, én is rátok is, mert szükség van arra, hogy időnként az embert mesterségesen is ebbe a közegbe meg kell, mint a húst a panérba, kicsit forgatni, hogy újra magának érezze ezt a közeget, hogy valaki figyel rá. Ezt mondtam a múlt héten a szív kiöntésénél is, hogy minden embernek igénye az, hogy figyeljenek rá. Csak hallgassák meg, ne véleményezzék, csak hallgassák meg, hogy ez van benne, ezt ő így éli meg. És úgy gondolom, hogy mesterségesen is, ezt most csúnya szóval mondom, ezt a közeget meg kell, oda kell tudnunk adni a másiknak. Nem vonhatjuk meg, ehhez nem kell semmi, sem pénz nem kell, szinte még idő sem kell erre, tehát olyan idő biztos nem kell, ami az embernek nem áll rendelkezésre. Rengeteg időt töltünk olyan dolgokkal, lássuk be, ami nem ezt a célt szolgálja, tehát van miből bőven lefaragni, elvenni, és ezt a dolgot, hogy megkérdezni, hogy hogy van, mint van, és ezt őszintén tényleg kutakodva, nem az, hogy felszínes módon megveregetve, ez már felszabadíthatja azt a csomagot, amivel ez az ember után egy hétig mozogni tud. Mert sok ember számára így jönnek, nem abban él, hogy egy, mint hal a vízben, hanem ő bizony úgy kapja a levegőt, ezt a fajta levegőt, táplálékot, hogy ilyen impulzusokban. És tudjátok, ez elég nehéz. A mai világ sajnos szűken méri ezt a dolgot. Én úgy érzem, hogy a Biblia, amikor azt mondja, hogy a második halálról beszélni, úgy érzem, hogy az Istennek egy olyan büntetése, ahol elzár minden szeretet forrást. És az egy szörnyű dolog. Nem tudom, Isten miért hozta ezt a büntetésbe.
De a lényeg az, hogy én ezt látom, és Krisztusnál látom ezt megjelenni egy pillanatra, amikor Isten elzárja tőle a saját szeretetét, és emberek már köbdösik, ütegetik, megvetik, otthagyják, tanítványai elhagyják, Péter megtagadja, és a többi, nem maradt körülötte senki, csak a két bűnöző és bűnösök közé számláltatik, és még az atya is megvonja tőle, és abba Krisztus meghal. Bele lehet halni a szeretet hiányába. Ez az egyik, amit mondani szeretnék, éppen ezért ne vessétek meg azokat a forrásokat, ahonnan ez jön. Mert az ember könnyen azt mondja, hogy hát ez nem az, meg az kéne nekem. Oké, én is azt mondom, hogy jobb lenne teljes értékű gabonával, meg étellel táplálkozni, na de időnként rá kell fanyalodni a száraz kenyőre. Az legalább életben tart. Az legalább van. Ezért tudom nektek mondani, hogy nagyon becsüljétek meg a kapcsolataitokat, a gyülekezetet, mert Isten olyan csodát adott ebbe. Én el tudom mondani, ha már éves számadás, én biztos, hogy ebben az évben én ezt a gyülekezetet nem tartottam meg, ti tartottatok meg engem. Lehet, hogy a többi évben inkább fordítva volt, de ebben az évben biztos, hogy engem a gyülekezet megtartott. A ti szeretetetek, elfogadásotok, az, hogy mellettünk voltatok, minden szempontból szétestem, és azt tudom mondani, az, hogy ti elfogadtatok, nekem ez lételem. Ha azt érezni az ember, hogy akkor így nem kell, az bizony nagyon fájna. És tudjátok, ez a jó, hogy különösen az olyan szeretett forrásokban, amik nagyon, vannak források, amik egyre távolabb vannak Istentől. Annál azok egyre inkább az érdek szeretett források. Ezekre is szükségünk van egyébként. Nem szabad ezeket elvetnünk. Munkatársi kapcsolatban ezek ugye egyre jobban előjönnek. Ezek is az életünk része. De ahogy egyre mélyebbre megyünk, a forrás egyre inkább tisztul, és egyre inkább hasonlít az isteni szeretetre. A családé már nagyon hasonlít, ahol érdek nélkül történik a szeretés. Pusztán azért, mert van egy Istentől való családi kapcsolat. Az már nagyon hasonlít az istenire. Az atyai szív, amit itt Jánosnál tisztán látunk megjelenni, hát ez annyira közel van Isten atyai szívéhez, hogy szinte már nem tudom megkülönböztetni János szavát az atya szavától. Mert annyira mélyen van. Így kéne működni az életünkben is. És el kell fogadni azt, hogy adott esetben még ezek is sérülhetnek, nem mindig működik azonos szinten, de ilyenkor nekünk meg kell, nagyon-nagyon figyelnünk kell magunkra, hogy ha nem is részesedünk mindig mindegyikben, akkor annál jobban becsüljük meg azt, ami abban a helyzetben ott van az életünkben. Ámen. A második dolog, amit mondani akarok, hogy maga a Szentírás alapján is azt látom, hogy létezik különbség, prioritás, sőt tudatos irányváltás a szeretetnek. Jézus azt tanítja, ugye, amikor megkérdezik, hogy melyik az első parancsolat, ugye erre a válasza, tudjátok azt, hogy prioritást határoz meg, de itt ugye nem az irányunkban, hanem a mi belőlünk kilépő szeretetről beszél, de a prioritás itt is megáll. Melyik a legfőbb az összes parancsolat közül hangzik Jézushoz az évszázados kérdés, amire nem kaptak addig választ. Izrael fiai. Jézus így válaszolt, a legfőbb ez. Halljad Izrael, az Úr a mi Istenünk, egy Úr. Szeressed az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és teljes erődből. Ámen. Márk 12:30-31. Tehát a legfőbb parancsolat keretébe helyezi, azt mondja, hogy ez egy prioritásban előbbre való, hogy Istent szeressed. Azt mondja, a második, hasonlatos ehhez, szeress fele barátodat, mint magadat. Ebből kapunk három irányba meg belőlem kilépő szeretetet. Jézus egyértelműen azt mondja, hogy irányítható a szeretet, ami belőlem jön. Irányítsam a legfőbb sugárt, a legerősebbet, a legstabilabbat Isten irányába. Ugye? Utána azt mondja, a második, szeress fele barátodat, ez egy, csúnya szóval mondom, elnagyolt kategória. Természetesen ebbe abszolút és elsős, még azon belül is előbbre kell érteni a család szeretetét, mert az előbbre való. Nyilván a házaspár szeretete még előbbre való, tovább mutat, mint a gyermekek szeretete, és a többi. Tehát amellett, hogy természetesen ezeket nem egymással szembe játsszuk ki, de maga Jézus is azt tanítja, hogy van, amit nekünk meg kell tanulni irányítani. Szeresd elsősorban Istent. Ne aggódj, Jézus is azt mondja, ugye, egyik helyen azt mondja,
aki jobban szereti apját, anyját, fitesét, nőtest, mint engem, nem méltó hozzám. Ő is ezt tanítja, hogy a prioritás, az iránybeállítás elve a szeretetnél működik. Azt mondja, szeress engem legjobban. Persze ez parancsra nem megy, itt mélyebb megismerés kell, meg kell ismerjem az ő szeretetét irányomba. Mélyebbre kell ássak ahhoz, hogy őt még jobban tudjam szeretni. Még inkább bele kell zúgjak Jézusba, hiszen ez van megírva. Nem abban van a szeretet, hogy mi szeretjük őt, hanem hogy ő előbb szeretett minket. Akkor fogom tudni ezt megélni, ha megéltem, hogy ő engem mennyire szeretett. Ámen. Na akkor Jézus azt mondja, akkor szeress engem jobban. Elsőbbre valóként. De nem azt tanítja, hogy akkor nem jut majd erő a többire, mert ez is ugyanolyan szellemi törvény, amiben az az elv érvényesül, mennél többet ad az ember, annál több marad benne. Minél inkább elzárom a szívemet, hogy kiáradjon belőlem a szeretet, azt fogom tapasztalni, annál kevesebb lesz bennem. Ezt Isten úgy rendelte, hogy az lesz a miénk igazából, azt tudom vissza, amit magamon átengedek. Amit én magamnak megtartok, az nem fog igazán az enyémmé válni. Ez olyan dolog, ami akkor működik, ha átengedem magamon. Ha kifejezésre jut valamilyen formában. Nem kell ez, hogy feltétlenül tárgyakban, feltétlenül mindig érzésekben megjelenjen, de meg kell jelenjen. Valamilyen formában, így vagy úgy. Például abban, hogy hűséges vagyok hozzá, az is a szeretet egy megnyilvánulása. Ugye a szeretet, mint gyümölcs, azon megírva a szellem gyümölcse egyes számon pedig szeretet, öröm, békesség, és minden azután azon belül jön. Ámen. Na szóval Jézus is ezt tanítja, de másutt is azt mondja, hogy nincs abban a nagyobb szeretet valakiben, mintha az életét adja az ő fele barátáért. Tehát még ott is azt mondja, hogy most így mondom megint csúnya szóval, van alacsonyabb szintű szeretet, ami nem azt mondom, hogy akkor az nem szükséges, mert nem mindig áll elő az, hogy én valakiért az életemet odaadjam. De előállhat az a helyzet, hogy valaki az életét adja oda. Például egyébként úgy gondolom, hogy szülőként szinte az életünket adok oda a gyerekünkért. Hiszen a megkeresett pénzünknek, az időnk nagy részének, energiánk, idegességünk nagy részének, nagy része mire megy el, hogy tulajdonképpen a gyerekeimet fölneveljem. Tulajdonképpen az életemet adom oda neki. Ne értük. És hogyha a helyzet úgy hozná, egész biztos, hogy a fizikai létemet is értük, feláldoznám, mert az ember szereti őket. És van, akiért ezt nem tenném meg, de Jézus is ezt tanítja. Ezt csak azért mondom nektek példaként, hogy igen, lehet azt mondani, hogy van, ami fontosabb, van, ami nagyobb sugárban, nagyobb erőben, és amit irányítanunk is kell. És ezen a helyen én úgy gondolom, hogy elég sokszor követünk el hibát, mert Jézusnak ezt az elvét így olvasom, Máté 10:37-ben, aki atyát vagy anyját én nálam jobban kedveli, nem méltó hozzám. Aki fiát vagy leányát én nálam jobban kedveli, nem méltó én hozzám. Elég kemény kihívás ez, ugye? És nem tudom, hogy ezt hogy lehet megvalósítani, mert emberileg nem tudom megvalósítani. De azt érzem Jézus szavaiban, hogy nem arról van szó, hogy ha én őt jobban kedvelem, akkor majd nem marad a többire. Épp ellenkezőleg érzem, minél inkább megvalósítom a fő csapás irányt, amit Isten rendelt, akkor a többi is ahhoz képest rendbe fog jönni, helyre fog igazodni. Ha meg a fő csapás irányt rontom el, akkor a többi is gyakorlatilag elrontódik. És ezért van az, hogy Jézus azt tanítja Isten királyságáról, hogy keresd először Isten királyságát. Prioritás, olvassátok a Bibliában, van egy csomó prioritás, amit Isten előbbre valónak tart. Ha imádkozol, azt mondja Jézus, előbb emlékezz meg. Van-e valakivel panaszod? Nem mondja azt, hogy menj oda, keresd meg feltétlenül fizikailag, de bocsáss meg a szívedben. Mielőtt Istennel kezdené beszélni, ez egy prioritás. És van egy csomó egyéb prioritás, ha megnézitek a Szentírásban. És ezt mondja Jézus is, hogy ha rendbe teszed a lényegi kérdést, rendbe fognak jönni az apró dolgok is, problémák is. De ne nagyold el az apró dolgok megoldásával. Minden ember szereti inkább a könnyen, apró, megoldható dolgokat rendbe tenni az életében, és a lényeges kérdéseket meg kikerülni. Isten meg van annyira jó hozzánk, hogy akkor a lényeges kérdéseket oda hozza elénk. Hogy akkor, na, akkor jönnek ezek a lényeges kérdések, és ez a jó Istenben, hogy nem hagy bennünket lényeges kérdések kikerülésében. Na, a lényeg az, hogy rendbe kell tenni a hívőknek az, hogy Jézus azt mondja, ha tényleg követőm akarsz lenni, akkor
akkor engem nagyon kell szeretned. És meg fogjátok látni, hogy ahogy ez az ember átengedi magán ezt a milliót, elkezd gyógyulni a többi terület is. Olyan nem lehet, hogy valaki Jézussal rendben van, de nincs rendben önmagával. Az nem lehet, hogy akkor nincs rendben a környezetével. Lehet, hogy a környezetem nincs rendben velem, de az biztos, hogy én bennem elindul egy gyógyulási folyamat a környezetemmel szemben. És akire addig haragudtam, hát ha megismerem az Urat, hát az a logikus, azt látom a példabeszédben is, ha elenged nekem Isten 10 000 talentumnyi tartozást, az az evidens, ha nem is mondja az Úr, hogy én elengedem a 100-at. 100 dinárt. Ugye, emlékeztek a történetre. Ugye? Van egy csomó dolog, aminek nem magától értetődik. Ha megszeretem az Urat, az nem lehet, hogy gyűlöletben járjak egy ember irányába. Lehet, hogy fölgered bennem a harag, mert ezek előfordulhatnak, de hogy ez nem csapódhat bennem, és nem válhat egy élet elemmé, az biztos. Az lehetetlen. Mert akkor szembe megyek Krisztus tanításával. Akkor valójában nem őt követem. Ezért mondja, ezt így fogalmazza meg emberileg Delila, amikor Sámson mindig hazudik neki, amikor a kérdésre kérdez egy dolgot, Sámson meg hazudik. A végén mondja ezt a mondatot, persze manipulatíve mondja, de igaz a mondat tartalma. Azt mondja, miért mondod, hogy szeretsz engem, ha nem enyém a szíved? Manipulálta Sámsont, Delila ez a kérdéssel, de a kérdés tartalma igaz. Nem mondd azt, hogy szeretsz engem, ha nem enyém a szíved. Van rá példa a Bibliában, amikor tudjuk azt, hogy Salamon maga mellé vett egy csomó nőt. Mit csináltak ezek a nők a szívével? Elfordították Istentől, a saját isteneik irányába. Ugye, Salamon megszűnt Istent szeretni, mert azt a sugárt, ami volt Salamonban Isten irányt, hogy tényleg szerette Istent, ezek az emberek, hogy velük foglalkozott, meg rájuk nézett, meg ő hozzájuk kezdett szerelemmel ragaszkodni, így fordítja Károli, mit csináltak Salamon szeretet irányával? Elfordították egy másik irányba. Nagyon könnyen el tud fordulni a szívünk olyan irányba, amit Isten azt mondta, hogy nem jó. Itt van János. Jánosról mit olvasunk? Vagy Jánostól mit olvasunk? Azt mondja, ne szeressétek a világot, se azt, ami a világban van. Aki a világot szereti, abban nincs meg az Isten szeretése. Itt nem arról van szó, hogy akkor az biztosan utálja Istent, vagy gyűlöli, aki a világot szereti. Nem, azt mondja ezzel János, hogy a fő csapás irány, az nem lehet több is az életemben. Egy fő csapás irány van, pont, kész. Hogy mi ez a fő csapás irány, azt el kell döntsem. A világot kezdem szeretni, de akkor egész biztos, hogy Isten és az ő akarata, az ő szemlélete, az ő gondolkodása háttérbe fog szorulni. Tehát bejönnek olyan értékrendek az életemben, amik nem Krisztus mércéje szerint való dolgok. Ezért mit tanít János? Először Istent szeresd meg legjobban, akkor majd a világ is, meg a világgal kapcsolatos álláspontod is a helyére fog kerülni, ugye? Igazából nagyon egyszerű, hogy az embernek ki a főcsapás irány, mind jár az ember esze. Most nem fizikailag csak, hanem mire az, amire gerjed, mi az, amibe beindul. Ennyire egyszerű ezt megtenni, és ezt egyáltalán nem korholólag vagy károsztatólag mondja János, hanem figyelmeztet bennünket, hogy a szív könnyen csábul. Nagyon könnyű egy férfi szívnek elcsábulni egy másik nő irányába. Ezt egyszerűen tudomásul kell venni. Nem így lenne, nem csalná meg ennyi férfi a feleségét, most is ugye hallottuk nemrégiben, és mondom feleségemnek, hát ez van, 40 felett a férfiak elég könnyen bolondulnak. Nagyon vigyázni kell magunkra, mert ha ez a közeg unalmassá válik, amiben mi vagyunk, és ezt is mondtam az előbb, újra mondom, hogy, vagy lehetem mondtam, hogy Az a szeretet, amit Isten odaad, nem mindig jön abba a csomagolásba, vagy olyan formába, vagy olyan módon, ahogy mi azt várjuk. Meg kell tanulnunk elfogadni úgy, ahogy az jön. És amikor egy ember erre épít, hogy nem úgy jön, nem ezt várom, akkor bizony, akkor könnyen csábul, és az emberek feje nagyon könnyen átalakul, és ez az irány nagyon könnyen át tud menni a lelki, szellemi, Istentől való szeretetből a testi irányba, és elcsábulni ebbe a dologba. Nagyon könnyen csábulunk mi férfiak. Nőként nem tudom, mert nem voltam nő. Ez hogy működik? De férfiként tudom, hogy mi könnyen csábulunk. Úgy is, mint én magam is. Vigyáznom kell, nektek is vigyáznotok kell, és azt kell élvezni, mit mond a példabeszédben Salamon? Azt mondja, szerelmes szarvas, vagy hogy mondja? Azt mondja, az ő szerelme elégítsen meg mindenkor. Tehát tanuld meg, hogy az ő szerelmét,
Most lehet, hogy azt mondod, hogy ez az íz talán nem a legjobb, de ezzel kapcsolatosan azt mondom, ne kísérletez, mert Isten ezt adta. Ha már őt vetted feleségül, úgy főz, fogadd el és szeresd meg. Meg kell szeretned. Ámen. És ennek a megoldása sokszor az, hogy megszeretem Istent, és megszeretem ezt is. És nem arról van szó, hogy az rossz, vagy a feleségem éppen jól főz. Nagyon jól főz, tehát nem azért beszélek róla, mert rosszul főz. Fantasztikus szakács a feleségem. Szilveszterre is főz nektek majd, mit főzünk. Az első három befutó. De hogy nehezebb legyen, inkább a második három. Oké. Meg kell tanuljátok, elfogadjátok a szeretetet, akkor is, ha nem olyan csomagolásba jön, ahogy jön. Értékelni. Ámen. Most mondom így, ha már ilyen gyülekezet, ilyen pásztoradatot, morgós, meg nem tudom, ilyen-olyan ember, Isten ezen keresztül is szeret téged. Ámen. És majd bepótolja, kipótolja, amit én nem tudok odaadni. És Isten nekem is, amit tele. Ez volt a második, tehát, hogy irányítani kell. De gyorsan tovább megyek, mert a harmadikra akarok, azt akarom inkább belétek súlykolni. A harmadik dolog, amit a szeretetekről akarok beszélni, arra a millióról, hogy Gájusz a szeretet. A szeretet miben léténél fogva ugyanolyan fontos, és akkor amit az előbb mondtam, az már ehhez kötődik, hogy elfogadjuk a szeretet elfogadása, mint az, hogy legyen egyáltalán, hogy aki ad valaki nekünk szeretetet. El kell tudnunk fogadni a szeretetet. Be kell tudnunk fogadni. Bármilyen furcsa, nem olyan egyszerű. Jézus azt mondja a Máté 6.24-ben, senki sem szolgálat két úrnak, mert vagy az egyiket gyűlöli, a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik, a másikat megveti. Nem szolgáltok Istennek és a mammonnak. Ámen. Mit mond Jézus? Azt mondja, vagy az egyiket gyűlölöm, másikat szeretem. Sarkít Jézus, természetesen, bár ha mammont szellemi lényként veszem, akkor a sarkítás szó szerint megáll, hogy mammont gyűlölnöm kell, az urat pedig szeretnem. De a hétköznapok nem ennyire sarkítottak azért, mint ahogy itt Jézus tanít, de nyilván ő sarkít. Ugyanis így tud átadni szellemi üzenetet. Tehát elfogadni szeretetet. Itt most ugye arról van szó, hogy én adok Istennek egy szeretetet, hogy őt én szeretem. De visszaverza is ez a dolog működik, hogy mi az, ami felé én egy edényt odaadok. A szív olyan, mint egy edény, ami megtelhet nagyon könnyen dolgokkal, és így nem marad hely benne másnak. Az elfogadás lényege, hogy a szívemet alkalmassá teszem arra, hogy befogadjak dolgokat. Nagyon könnyen tud a szív terítődni, és néha nagyon furcsán működünk mi emberek. Ezt látom. Például a múlt héten, amikor beszéltem a szív kiöntéséről, ha volt ilyen időszak, vagy volt ilyen pillanatod, amikor kiöntötted a szívedet, nem tudom, volt-e már, nekem volt ilyen. Az nem egy átlagos ima, nagyon sokszor az egy bűnvallás, és az ember kijönti, már úgyse érdekel semmi, elmondom, amikor kijönti az ember, az ilyen foglalkozik az, hogy milyen hatást vált ki, hogy utána esetleg megvetnek, tele vagyok dolgokkal, ki akarom magamból beszélni, mégpedig olyan helyen, ahol tudom, hogy rám figyelnek. Ez a kijöntés lényege. Nekem néhány szó volt az életemben, hogy ki tudtam önteni így a szívemet, minden esetben azt tapasztaltam, hogy rögtön utána, hogy kitettem magamból, betöltött Isten szeretete. Mindig. Csak tudjátok, nem Isten szeretete volt, aki ott, hogy mondjam, keringett és várta, hogy megbánjam a dolgokat, hanem egyszerűen nem tudtam befogadni. Bennem volt kevés hely. Ő jött volna, ő mondta addig is, hogy én szeretlek téged. Én nem tudtam befogadni. Mert annyira tele volt a szívem keserűséggel, frusztráltsággal, esetleg haraggal, meg nem bocsájtással, hogy egyszerűen ebbe a szívbe már nem maradt hely arra, hogy befogadjam a szeretetet. Úgy érzem sokszor, amikor azt mondjuk, Isten, miért nem érzem a szeretetedet, el kéne gondolkodni, hogy tele zsebbe Isten azt mondja, nem tudom belerakni. Mert én adnám, de a zsebed tele van. Tele van pénzzel, ugye mammon azt mondja, szereti a mammont, akkor azt mondja, nem fér mellé Isten szeretete. Két pénztárcát ne tegyél egy zsebbe. Nem fér be.
tele vagy meg nem bocsájtással. Most az amellett, hogy ez egy szellemi törvény megsértése, a meg nem bocsájtás, amellett az egy fertőző dolog. Azt mondja Isten, nem fér be, nem tudom, hiába mondanám, hogy szeretsz, ez a szív alkalmatlan, hogy ezt a dolgot fölfogja. Ezért meg kell tanítani magunkat arra, hogy az, hogy mi esetleg másnak adjunk, az, hogy Isten nekünk ad egy csomófajta irányból szeretetet, és hogy ez meglegyen, hogy ez történjen, emellett ugyanolyan fontos, hogy el is tudjuk fogadni. Hogy a szívünkben ennek helyet tudjunk készíteni. Az, nagyon sok ember, és itt már tényleg kőkemény lelki dolognak a múlt dolgai, amit megélt a múltban. Mondja Zsolti. De akkor, ha nem lényeges, nem mond. Ha meg lényeges, tehát ez nem lényeges, ugye ott amit felolvastál igét, hogy senki nem szolgálat két úrnak, ez a fordítás nem adja azt vissza, hogy ott van egy egyszerre. Tehát egy időben nem lehet szolgálni két úrnak, mert vagy az egyik van, vagy a másik. Köszönöm a kiegészítést. Tehát, hogy egyszerre nem megy a dolog. Figyeljetek ide, egy csomó dolog van, ami az életünkben régi dolgok, amin dolgoznatok kell, föl kell dolgozni. Az életemben is most, valahogy most utóbbi napokban kezdtek előjönni régi dolgok. Úgy érzem, végig kell menjek bizonyos dolgokon. Végig kell gondoljam, végig kell imádkozzam. Mert azt érzem, hogy az bennem van. Nem bűnök ezek, hanem olyan élethelyzetek, amiket kaptam. Úgy kaptam, ahogy kaptam. Esetleg megéltem ezt a dolgot, én is esetleg belekavartam ebbe a dologba. De tulajdonképpen a mai napomat is meghatározza. Ha a jövődet szeretnéd, és a jövőnket szeretnénk jobban, az, hogy ez a dolog Isten szeretete hozzánk jön, és mi magunk is egy tágabb csatorna, egy fertőzéstől minél inkább mentesebb dolgot adjunk tovább. Igenis úgy gondolom, hogy vannak dolgok, amit végig kell gondolnunk. Nem hordhatunk tovább magunkban. Fel kell tudnunk dolgozni olyan dolgokat is, amik lehet, hogy még mai napig is működő dolgok, de magamban ezeknek gátat kell szabjak. Akkor is, hogyha esetleg ez egy, mit tudom, egy pereskedés, amit belőle nem bújhatok el, akkor is, hogyha ez egy megromlott kapcsolat, amivel naponta esetleg szembesülnöm kell, de magamban tisztáznom kell, és amennyire lehet a másikkal is tisztáznom kell ezt a dolgot. Ha ez nem adatik meg, akkor legalább én nekem kell, hogy ezeken a dolgokon túllépjek. Mert ez annyira meg tudja tölteni az ember életét, hogy nem fog tudni tovább menni, és most konkrétan az üzenet témájára térve, nem tudja befogadni Istennek a szeretetét. Annyira ki tudja tölteni az ember szívét, az a régi csalódás, az esetleg régi becsapottság, azok a régi problémák, hogy az ember egyszerűen alkalmatlan arra, hogy újabb irányba kilépjen az életében. Sokszor egyszerűen egy olyan lezárásokat kell az embernek tenni az életében, amivel egyszer szembe kell nézni, hogy ezek megtörténtek, szembe kell nézni a saját hibáinkkal ebben, túl kell ezen lépni, Isten segítségével fel kell ezeket dolgozni, a lehető legjobban meg kell oldani. Amit nem tudunk megoldani, azt Istenre kell bízni, de ami rajtunk kell megtenni, és hagyni, hogy ezt az Isten, ezeket a sebeket begyógyítsa. Mert ha ezeket a sebeket magunkban hordjuk, újra és újra szinte élvezettel ezeket a helyzeteket előteremtjük, az elme képes az érzések visszaidézésére, különösen a negatív érzésekre, az ember képes. A baj az, hogy ezek már utólag csalnak, hazudnak, torzulnak, és nagyítva jönnek elő, nem úgy, ahogy ténylegesen akkor megéltük. Mert az ember elme képes arra, hogy sarkítson, torzítson, és olyan dolgokat, amik voltak abban a helyzetben jók is. Például én most tudatosan végigmentem az életemem olyan életszakaszokon, amire eddig elég borúsan néztem rá. És direkt végig néztem az életemben, hogy voltak-e abban pozitívumok, és egy csomó pozitívumot találtam. És rájöttem, hogy nagyon sok olyan gondolatom van bennem, amit azért alakult ki, mert negatívan néztem azt a dolgot, és csak negatívan. Holott Isten abba az egészbe egy csomó pozitívumot is belehelyezett. És rájöttem, hogy ezek megmérgeznek engem, és én magam is esetleg másokat, és meg kell ezekből gyógyuljak, és úgy kell ezt az időszakokat, vagy ezeket a helyzeteket, ezek nagyon régi dolgok, lezárni, amint valóban azok történtek.
mert a gyógyuláshoz vezető út ez. És akkor úgy érzem, abban a pillanatban, hogy ezen elkezdtem gondolkodni, és a pozitív dolgok is, úgy az egészen őszintén, azt mondja János, akit én szeretek a valóságban. Gájusz, akit én a valóságban szeretek. Nem elméletileg szeretek, nem rózsaszín ködben szeretek, hanem valóságban szeretem Gájuszt. Tehát úgy, ahogy az megvalósul. És azt tudom nektek mondani, hogy azokat a tépelődéseket, amit hordtok magatokban, azokat a régi dolgokat, amik titeket a múlthoz oda kötöznek, ezek a jövőtöket is megbénítják. Arra bátorítalak titeket, hogy a szíveteket szabadítsátok föl arra, hogy ami most Isten szeretetéből jönni tud, és ahogy ezt mondom, érzem, hogy tényleg itt van ez a dolog Istentől. Annyiatok van elzárva, de nem azért, mert Isten nem szeret, nem azért, mert Isten haragszik, lehet még vétetek is esetleg, vagy vétettem szellemi elvek ellen, de ez nem helyezi hatályon kívül Isten szeretetét. Lehet, hogy meg nem bocsájtás volt az én szívemben. Ezek ellenére Isten jött volna, és szeretett volna, de azt várta, hogy ezeket tisztítsam ki, mert nem fér bele egyszerre. Így azt tudom nektek mondani, hogy át kell gondolni ezeket a dolgokat, és ami tépelődést, ami állandóan gyötrés, gyomorgölcsöt, ezen dolgozzatok, dolgozzátok föl, lépjetek túl rajta. Ha kell, lépjetek olyan lépéseket meg emberek felé, amit megtehettek. Ha nem tettek semmit, akkor az Isten irányába áll meg az az elv, amit mond Pál, hogy arra törekedtem, hogy mindenkor jó lelkiismeretem legyen Isten és emberek előtt. A jó lelkiismeretem azt jelenti, hogy soha nem hibáztunk, hanem azt jelenti, hogy ha hibáztunk is, azt rendeztük a lehetőségeink szerint. Amen. 2. Korintusban azt olvassuk Páltól, szemléletes az ige, 2. Korintus 6. Mindjárt befejezem. 2. Korintus 6-ban azt olvassuk, ezt egy atyai szívű ember mondja az egyoldalú állapotra. Azt mondja, szánk, 2. Korintus 6.11. Szánk megnyílt, szívünk kitárult előttetek, korintusiak. Nem a mi szívünkben van kevés hely a számotokra, hanem a ti szívetekben van kevés hely a mi számunkra. Viszonzásul pedig, mint gyermekeimhez szólok, tárjátok ki ti is a szíveteket. Ámen. Pál azt éli meg, még hál' Istennek én nem tartok itt, és remélem, nem is fogok, de amikor egy gyermek elfordul a szüleitől, és a szülő szereti a gyermekét, továbbra is, de a gyermek elhatárolódik a szülőtől. És így éli meg a korintusiaktól, azt mondja, hogy mi teljesen nyitottak vagyunk rátok, korintusiak. Nem bennünk van szűk hely számotokra, hanem bennetek van kevés hely a mi számunkra. Nem tudtok elfogadni, elutasítotok. Azért, mert hallgattatok mindenfajta gonosz szándéka emberre, mondja ugye másod Pál apostol, aki titeket keresztbe lenyelt, meg a pénzetekkel neki, mégis őket követitek, mi, akik meg az életünket odaadtuk, minket meg elutasítotok. És azt mondja Pál, mit mond? Azt mondja, lehet ezen változni, lehet ezen dolgozni. Mit mond? Tárd ki a szívedet. Dolgozz rajta, hogy a szíved állapota normalizálódjon. Tehát lehet dolgozni, ugye? Tárjátok ki a szíveteket. Isten is azt mondja, nem az én szívemben van kevés hely a te számodra. A baj az, hogy a te szívedben van kevés hely az én számomra. Viszonzásul Isten azt üzeni, tárd ki a szívedet. Ki lehet a szíved tárni? Lehet irányítani a szíved. Újra oda irányítani Isten. Újra megragadni az imádságban, Isten keresésben. Engedni, hogy ez a pici csatorna újra működni tudjon. Most lebontották a kandallónkat, vagy mi a cserépkájánkat otthon. Odaívotta, aki csinálta ezt a dolgot, megmutatta, hogy nézzem meg, hogy hol van a füstkivezető nyílás. Nem láttam. Annyira tele volt kátránnyal. Nem lehetett látni, hol ment ki a füst. Érelmeszesedés, szellemi. Nem, Isten jönne, de kátrányos a szellemi. Miért? Mert lehet, hogy a világot szereti a hívő, a figyelmét, a világi dolgok, nagyon sok olyan dolgot olvas, amit nem kéne, lehet olyan dolgokat néz, amit nem kéne, vagy nem annyit, amit kéne, túl sokat, túl olyan dolgok, túl olyan emberek véleményét fogadja be, akiket talán nem kéne. Tudatosan kéne ezeket a dolgokat szabályozni, nem mindent befogadni, nem mindenhonnan, minden vélemény, minden dolog. Egy hívőnek tudatos életet kell adni. És azt, amit viszont be kell fogadni, mit mond Isten, hogyan mondja Isten, mit csináljak, hogyan csináljam, azokra meg oda kéne figyelni, és elkezd kitisztulni a nyílás. Amen. Van egy bomba riadó a gyülekezetben, már nem szó szerint, hogy valaki felálljon és elszaladjon. Én úgy hívom, ez egy lelki bomba riadó, amire mindig, mint ahogy a bomba riadóra is, kötelező,
a hatóságnak komolyan venni. Amikor valaki azt mondja, itt esetleg azt mondja, oda böki nekünk, hogy itt nincs szeretet a gyülekezetben. Ezt én ilyen lelki bombariadónak tartom, amit én mindig végig gondolok, hogy vajon tényleg mi lehet itt a gond, hogy tényleg így viszonyultunk-e ez az emberhez. Eddig ezeket a vizsgálatokat mindig bomba nélkül találtam meg. Most nem azért, hogy milyen szuperek vagyunk, és az lehet, hogy én személyesen hibáztam mondjuk ezeknek az embereknek az életében, a szolgálatban, de összességében azt tudom, mindig arra jutottam, hogy valójában az ilyen típusú megjegyzések mögött az van, hogy jön egy ember, vagy jönnek emberek, és van egy elképzelésük, hogy őt hogy kéne szeretni. És a gyülekezet ezt nem tudja teljesíteni, mert nem kell. Mert képviselünk valamit. És egy keserű szív elutasítja azt, ami van. És elvárná, hogy legyen úgy, ahogy ő elvárja. És mindig erre jutottam, hogy ez nem igaz. Ez egy befogadó gyülekezet, ez egy nyílt gyülekezet. Nincs klik, vagy a laikusság, klérusság. Én úgy érzem a gyülekezetben, ide bárki ideülhet a helyemre. Nincs ilyen, oda is leülhet egy adéva kosarat. Ideülhet előre tőlem bárki. Tudjátok, jól ismertek minket. Befogadó gyülekezet vagyunk. Mindig ide jutottam, hogy nincs bomba. Benne van bomba. Nem hibáztatom én őt. Csak vár valamit, amit mi nem tudunk teljesíteni. Viszont amit meg tudunk, az meg neki nem kell. És minden esetben erre jutottam, de a önvizsgálatot mindig tartottam, hogy tényleg, ha tényleg itt mindent elrontottunk, akkor hajlandó vagyok tényleg bocsánatot kérni és korrigálni magunkat. Meg is kellett kisebb dolgokban ezeket tenni, de eddig szinte minden esetben, sőt minden esetben ez volt, hogy egy keserű szív, aki elvárással volt, amit mi nem teljesítettünk. Ki kell tárd a szívedet? Ámen. Ugyanis van egy állapot, a példabeszélek 18-ban, olvassuk, példabeszélek 18-19, nagyon ismert ige, viszont szemléletesen leírja ezt a szív beszűkülését. Példabeszélek 18-19. A rászedett testvér hozzáférhetetlen ebbe az erős városnál, és a visszája olyan, mint egy váron az ár. Rászedett testvér. Hát hány ember van, akit esetleg csalódott, és ezt ő nem dolgozta föl, és mi jön létre? Egy ilyen bezártság. És jönne az Úr is, meg jönnének esetleg bátorító üzenetek, barátok, testvérek részéről, merev elzárkózása. Miért? Mert ott sérült meg legjobban, ott sérül az ember legjobban, ahol a szívét legjobban kitárja. Ahol az életét leginkább kitárja. Én is így sérültem, közöttetek is. Kitártuk az életünket, és ott bum, kész. Ez kegyetlen dolog, azt tudom mondani, így sérülni, és nagyon komolyan kell dolgozni, hogy az ember utána fölálljon, és azt mondja, hogy továbbra se akarok bizalmatlansággal, nem akarok bizalmatlanságba jönni a gyülekezetbe, hanem továbbra is ugyanazzal a szeretettel és bizalommal, mint eddig. Azok ellenére, hogy sérül az ember. De azt látom, hogy nagyon sok ember elzárkózik, mint a vár. Bezárkózik a saját életébe, és elzárja magától azokat a gyógyító folyamatokat, amit Isten minden ember életébe oda akar adni. El tudom fogadni, hogy valakivel nem tudunk közös úton járni. Tehát, hogy ennek a közösségnek benne nincs helye, mi is úgy gondoljuk, hogy nincs helye, ő is esetleg. Nem működik a szellemi kémia. Ilyen lehet. De azt nem tudom elképzelni, hogy valaki az Urat meg annyira megsérüljön. Itt dolgozni kell. Vigyázzatok ti is! Hogy a szívetek ide ne jusson el, hogy ez a tüske, hogy hívják ezt, sündisznó magatartás, hogy amikor kopogtatna Isten szeretete gyógyítani téged, és jönne egy ember, jönne egy ige, jönne egy isteni impulzus, jönnének dolgok, helyzetek, emberek, akkor az ember azt mondja, én most már az összes kaput lezárom. Egy területen való sérülés sokszor egy másik területen érkező elfogadást tudja gyógyítani. Ezért van az, hogy sokan, amikor sérülnek, elmennek máshova. Gyógyulni, szanatóriumba. Szó szerint is, vagy lelkileg is. Mert kell, hogy más irányból erősödjön. De ez az ember típus, akit itt ír, az hozzáférhetetlen már. Bizalmatlan. Mit akar tőlem? Pénzt akar ez is? Az is azt akar? Stb. Ez is csak kihasználni akar? Nem, csak annyit akarok, hogy elmondjam, hogy Isten szeret téged. Továbbra is. Akármit éltél meg, akkor is az Isten szeret. Nagyon vigyázzatok arra, mert
Mert amikor az ember ide eljut ebbe az állapotba, ez egy olyan folyamat, amit az ember először lazán vesz, de a vége az lesz, hogy elzárkózik. És gyógyítsátok a szíveteket, mert nem igaz, hogy mindig minden rossz. Ez nem igaz. Nem igaz, hogy sosincs az, hogy az ember nem lehet része Isten szeretetének, hogy nem lehet része elfogadásnak, mert ahol ebben részesedtek, azt fogadj, ott tárd ki a szívedet, ott engedd, hogy ez a dolog jöjjön és gyógyítson. Erre nagyon nagy szükségetek van. Ha tetszik, hanem így tudunk élni, hogy elfogadásban. Én nem tudok úgy szolgálni egy ember felé, hogy tudom, hogy nem fogad el. Még értem, az mondja Zsolti, meg nincs értelme, olyan szempontból nem gondolom ezt, hogy ha tekintély viszony van, akkor van értelme. Mert most, ha munkahelyen vetítem ezt a dolgot, akkor attól még főnöke vagyok valakinek, hogy esetleg nem fogad el, mint főnököt. Nem boríthatom fel a rendszert. De hosszú távon én se tudom ezt. Nem tudom így jól megélni. Látom, hogy valaki nem kedvel, onnan az ember visszahúzódik. Ha valaki kerekperec, azt mondja, hogy ne. Ott azt tudom mondani, hogy ne haragudj, nem, itt nem tudok. Mert akkor annak tényleg nincs értelme, hiszen ha egy elzárkózik, akkor akármennyit imádkozok, tulajdonképpen meghiúsulnak azok az imák, ami elzárkózó szívvel van. Mert ezt mondja, mint a várfal. És ezért a csalódásaitokat, amiket megéltetek, dolgozzátok föl. Lépjetek túl rajta. Ezt tudom mondani. Lépjetek túl, dolgozzátok föl. Ha fordítsátok a javatokra. Ha valami rossz dolog történt, mondd azt, hogy legalább tanultam belőle. Legalább ez a dolog, ha már átmentem, fordítsa Isten a te javadra. A tapasztalatodra. Legközelebb legyél óvatosabb, de ne esd ki az isteni csapásból és irányból. Ámen. Például beszélek 17.9-ben már azt hasonló igét, azt olvassuk, és itt már nagyon szépen összejönnek a szálak. Aki szeretetre törekszik, fátyolt borít a vétekre. De aki folyton arról beszél, elszakad a barátjától. Megint egy kihívás. Miről akarsz mindig beszélni? A múltról? Akkor mit mond a Biblia? A múltadban, ha köztetek egy elzáró dolog van, ha mindig erről beszélsz, akkor az el fog zárni. De azt mondja, a szeretet fátylat borít, vagy elfedez, nem tudom, hogy van a Károlyban. Elfedez. Minden vétket elfedez a szeretet. Melyik irányt engedem? Nagyon meghatározza, ugye ez a jövőt határozza meg, ugye? Szeretet nem csak, hogy egy lezárja a múltat, de a jövőt engedi tovább működni. Még azt mondja, ha múltat emlegetem, most nem úgy értem, hogy feldolgozás, vagy az, hogy értékeljük, mert néha a múlt nyúl utánunk, és akkor foglalkozni kell ezekkel a dolgokkal. De úgy nem foglalkozhatok vele, hogy felturbózom magamban az akkori dolgokat, érzéseket, és ezt újra napi helyzetté teszem az életemben. Na ez az, amiről Salamon azt mondja, hogy ne, ezt ne tedd. Lépj túl rajta, dolgozz föl. Lehet, hogy ez egy éves folyamat lesz, vagy sok folyamat lesz. Nem biztos, hogy egy várándítással azon a dolgon túl tudsz lépni. De ne engedd, hogy az egész életedet mérgezze ez a dolog. Úgy mondom ezt, hogy nem biztos, hogy megoldódik az a dolog. Nagyon sok dolog nem fog megoldódni, de azt még föl lehet dolgozni. Ámen. Mennyire igaz, azt mondja, a szeretet elfedezi. Milyen nagy dolog a szeretet, nem? Ugye nagy dolog? Annyira jó, hogy Isten sose ütötte a fejemhez a múltamat. Soha. Nem éreztem soha Istentől, hogy előszedni a régi hibáimat, amit elkövettem. Annyira jó ez. Ha Isten előhozza a régi hibáimat, akkor tudjátok, miért fogja előhozni? Mert még mindig ezek határozzák meg az életemet. És nem azért emlegeti ezt a dolgot, mert ő előhozza, és azt mondja, hogy még mindig haragszok rád, hanem azt mondja, figyelj, még mindig ugyanazokban vagy benne. Gyógyulj meg, gyere ki! Légy egészséges lelkű! Ezt mondja Gájusznak a János is visszatérve rá. Azt mondja, jó dolga van, azt mondja mindenednek, ahogy jó dolga van a lelkednek. Az eltében úgy van, hogy jó úton halad a lelked. Legyen jó útja a testednek, az életednek, ahogyan jó útja van a lelkednek. A lelkünk mindig úton van. Az a kérdés, milyen irányba? Jó úton van a lelked? Lehet, hogy krízisben van a lelked, attól még az út lehet jó. Lehet, hogy bajban vagy, attól még az út lehet jó.
mert a gyógyulásban vagy benne. Lehet, hogy a síralom völgyén megy át a lelked, attól az az út még jó, mert átmész rajta, mert Isten úgy rendelte, hogy most ezen át kell menjél. Az iránya fontos, hogy jó irányba halad az utad? Hogy Isten akaratában halad az utunk? Az enyém is? Lelked azt mondja, jó úton halad a lelked. A gyógyulás folyamataiban van benne. Most is éppen, később, ha megint sérül, megint átengeded magadat a gyógyulás útján. A léleknek mindig át kell menni ezen. Ki kell dobni magunkból ezeket a rossz dolgokat. Fel kell dolgozni, meg kell oldani magunkban, fel kell oldjuk, hogy az a gombóc innen eltűnjön, hogy arra gondolok. És azt mondjam, de jó, Isten meggyógyított belőle. Mindig lesz esetleg valamennyien szinten ott, de már nem gombóc. Ámen. Ezt kívánom nektek így karácsonyi üzenetként, hogy egyrészt most nagyon vágyunk arra, hogy szeressnek minket. Becsüljétek meg azt a csatornát, ahonnan ez jön. Ahogyan az jön. Amilyen formában az jön. Ahogyan azt kapjátok. Ne válogassatok. Engedjétek be. Hát az Isten szeretete hadd jöjjön. Ámen. A másik dolog, engedjétek, hogy ezek megfelelő irányba álljanak bennetek is. A prioritások. Szeresd az Urat. Szeresd a fele barátodat. És szeresd magadat. Ezek mind ott legyenek. Természetesen apró pénzbe vált a család, feleség, stb. És engedd, hogy ezek működjenek az életedben. Vigyázz, hogy a szíved ne csáboljon olyan irányba, ami talmi, múlandó. Ne szeresd a világot, hanem az Úr szeretője legyél. És arra is vigyázz, hogy ha nem jön a szeretet, akkor lehet, hogy ott már egy zárt kapu van. Jönne ő, de zárt a kapu. Kopogtat, de elutasítást nyer. Akkor dolgozz azon, hogy kitáruljon a szíved. Kinyíljon. Ezt tudom nektek mondani. És ne felejtsétek el, hogy akármin is mentek most át, akkor is az, amit János ír Gájusznak, az rátok is igaz. A szeretet Gájusz. Ez akkor is igaz, ha ezt most nem éled így meg. A szeretet a Zsolti. A szeretet Irénke, a szeretet Zsolti, de ezúttal nem magamra gondolok, és a többi. A szeretet. Ez a legfőbb megnyilvánulója. Ezt János olyan jól át tudja élni. Ez az a tanítvány, akit Jézus szeretett. Ez az öndefiníciójának az alapja. Hogy engem Jézus szeret. És ezt a milliót János olyan jól körbevezte magában, hogy aki mellé került ennek az embernek, mivel János egy nagyon egészséges, nagyon, pedig annyi mindenen átment ez az ember is, bekerülnek, és akkor Gájusz is csak azt érzi, a szeretet Gájusz. Az elfogadott. Nem vagyok tökéletes, szükség van impulzusokra, érítésekre, korrekcióra, de azt érzi János, hogy szeretet. És akkor még ez hozzájön azt, akit én igazán szeretek, akit az úré, ők is szeretnek, és akkor lehetne sorolni a sort, és ott árad Gájuszba, és Gájusz lelke ezért jó úton halad. Ámen. És jól van ezért az ő lelke is. Ámen. Halleluja. Atyám, add meg Jézus nevében, kérlek téged.